Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy eljöttél hozzánk. És tulajdonképpen én azzal szeretném kezdeni, hogy miért lesz, vagy lehet, illetőleg hogyan Szentendre a képzőművészet fővárosa, vagy hogy pontosan fogalmazzam meg a dolgot, a képzőművészet valódi fővárosa. Igen, hát ez egy olyan ambíció, amire szerintem más város nem jelentkezett be egyelőre, úgyhogy ilyen verseny nincs, bár van néhány olyan magyar város, amelyik azt hiszem, hogy mindig is fontos szerepet játszott a képzőművészetben, úgyhogy akár lehetne egy ilyen versengés is. Megkönnyíti a dolgot, hogy Szentendre nagyon sokáig vitathatatlanul a magyar képzőművészet központja volt. Volt legalább két olyan időszak, amikor ez senki előtt nem volt kérdés, és most nem arra az ilyen késő kádárista időszakra gondolok feltétlenül, amikor kötelező turista programnak számított Budapestről Debrecenre, vagy Budapestről Szentendrére elvinni az embereket, és ott megmutatni Szentendrét, mint a sok kis galéria és a sok kis múzeum városát, hanem mondjuk a két háború közötti időszakra, amikor a mértékadó magyar képzőművészeknek a legjelentősebb része a Szentendrén élt, vagy kötődött Szentendréhez, eljárt Szentendrére, művésztelepre volt ott műterme. Illetve hát volt egy olyan időszak, ami egy Szentendré életében, ami nem ilyen akadémikus formában, hanem autodidakta módon szerveződő képzőművészek révén volt fontos. Ez a Vajda Lajos stúdiónak az időszaka volt, amikor amatőr művészek, akik egy része később elhíresült részben, mint a bizottságzenekar tagja, ugye ezek között volt Felugosi László, Evzámbó István vagy Vahorn András, elkezdtek rajzolgatni és kiállítani a téren, egy szentendrei köztéren a műveiket hétvégenként, és egyre többen nézték, ebből kinőtt egy mozgalom tulajdonképpen, és ez volt a Vajda stúdió. A Vajda Lajos stúdió ma is van, és ma is kitűnő dolgok történnek ott, de volt egy időszak, amikor talán a legfontosabb események ott történtek Szentendrén. Az előbb ez a nyelvbotlás, hogy Debrecen, ez kicsit, nem hiszem, hogy véletlen volt, vagy mondjam azt, hogy véletlen, mert akkor azért egy mondatot szálljunk annak, igazgató úr, hogy hát nem olyan régen vagy a Ferenci Múzeum igazgatója, de hát a Debrecen is volt előtte, ugye? Sőt, a műcsarnok is. Igen, hát Debrecen nem volt a magyar képzőművészet főváros, és azt hiszem, nem is aspirálhat erre a címre, de éppen azért, mert hogy ott a képzőművészet korábban mindig háttérben szorult, nekem egy nagyon szép kihívás volt, hogy ott létre lehetett hozni egy új művészeti központot, és hát egy olyan szerencsés időszakban történt mindez, hogy a város mindenféle uniós és állami támogatás nélkül megfinanszírozta és felépítette a modemet, szóval ezt csináltam valóban 5 évig az első, a létrehozás és az első ciklust azt én vittem végig, és utána valóban voltam a műcsarnok vezetője is. Ez egy egészen más kihívás, mert a modem és a műcsarnok az kifejezetten, hát a modern képzőművészethez is, de inkább kortárs képzőművészethez kapcsolódik. A Ferenci Múzeum pedig egy klasszikus múzeum, ahol a művészet az egy a gyűjtőkörök között, bár nagyon fontos, és Szentendre elsősorban erről híres, és én erre szeretném a fő hangsúlyt helyezni, hogy a képzőművészet az megint legyen olyan, ami miatt érdemes időről időre Szentendrére menni. De vannak egyéb gyűjtőkörök is, amik nagyon fontosak. Hagyományosan nagyon erős a régészet Szentendrén. Kicsit elhanyagolták az utóbbi időben, de én szeretném erősíteni, mert nagyon fontos az irodalmi gyűjtőkör. Tehát ez egy klasszikus múzeum, úgyhogy ennyiben egészen más kihívás, mint mondjuk a modern vagy a műcsarnok volt. Na akkor maradjunk egy kicsit a múzeumnál, és azokról a bemutatókról, kiállításokról ejtsünk szót, amelyek nem csak egy-két hétig vannak nyitva, hanem akár őszig is. Természetesen most az életmű kiállításra gondolok, mert ez egy olyan művészé, akit én állítom, hogy a rangjához méltatlanul kevesen ismernek. Igen, hát Perlóth Vilmos Csaba kiállításáról van szó, aki nagyjából még a háború előtti időszak, de még utána történő években, évtizedekben is vitathatatlanul a magyar képzőművészet egyik hát unikális és kiemelkedő figurájaként volt elkönyvelve. Aztán, mint ahogy ez sokkal másokkal is előfordult, valahogy feledésbe merült,
és hát azt vették észre a kurátorok, akik létrehozták ezt a kiállítást, és talán mások is, hogy furcsa módon ennek a jelentős alkotónak, aki nagyon szép sikereket ért el életében, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, nem volt még összefoglaló retrospektív életmű kiállítása, úgyhogy ez egy olyan hiány volt, aminek a megszüntetése az, azt gondolom, hogy mindenki számára fontos, aki Magyarországon művészettel, kultúrával foglalkozik. És hát ő is kapcsolódott Szentendréhez, egy időben Szentendrén élt, kijárt oda, úgyhogy beillesztető volt abba a sorozatba, ami egyébként elkezdődött már az elmúlt évben egy Szóbel kiállításra. Szóbel is, Szóbel talán még szorosabban kapcsolódott a városhoz, és amit én szeretnék folytatni, olyan jelentős alkotók életművének a bemutatásával, akik Szentendréhez kötöttek, és hát ahogy beszéltünk róla, tényleg nagyon jelentős alkotókról van szó, tehát hogy ezáltal egyrészt föl lehet mutatni egy olyan tradíciót, ami a magyar képzőművészetnek a váza, ami az egyik legfontosabb része. Másrészt ezt a kicsit szlogenszerű kijelentést, hogy Szentendre legyen, vagy újra legyen a magyar képzőművészet fővárosa, ezt meg is lehet alapozni. Persze ahhoz az kell, hogy kitűnő egyéb projektek, például kortárs kiállítások is legyenek. De egy ilyen életmű kiállítás, amit egy több éves kutatás előz meg, és ahová első alkalommal sikerül összeszedni minden fontos művet, ami az életműben karakteres és meghatározó, az ehhez egy nagyon jó alapot ad. Akkor még említsünk meg néhány alkotót, és nem azért mondom Hamvas Bélát, mint hogyha ő hirtelenjében Szentendrén festett volna. Nagyon jól tudjuk, hogy nagyon-nagyon jelentős, már úgy értem, irodalmi munkássága van, de azért hozom szóba, mert ő emlegetett neveket, akik alappillérei ennek a műfajnak. Igen, egyébként Hamvas Béla is kötődött Szentendréhez, tehát hogy ért Szentendrén egy időben, úgyhogy neki kifejezetten fontos volt Szentendre. És hát írt szentendrei művészekről is, Szentendréről ilyen formában külön nem, de van egy nagyon fontos könyve, amit a feleségével, Kemény Katalinnal írt, Forradalma művészetben ez a címe, és ott próbál egy sajátos magyar művészettörténetet fölvázolni, egy olyan művészettörténetet, ami kívül esik az akkori akadémikus, ideológiailag befolyásolt hát, tudományosság kánonján, viszont szorosan kapcsolódik a nyugati kánonokhoz, tehát próbálta összeilleszteni a nemzetközi és a magyar törekvéseket, és ennek ez alapján azt mondta, hogy szerinte a modern magyar képzőművészet négy meghatározó alakja, vagy ezt írták közösen a feleségével, az Ferenczi, Gulácsi, Csontváry és Vajda. Négy olyan alkotó, akiből kettő az nem egyszerűen csak Szentendrén élt, hanem az identitásának fontos része volt Szentendre. Tehát vannak más hasonló felsorolások is, amelyek nagyon jól hangzanak és mutatják, hogy mennyire fontos ez a város a magyar képzőművészetben, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit is tájékozott, nem kell feltétlenül művészettörténésznek lenni, vagy esztétának lenni, vagy műveltnek lenni ezen a területen, elég tájékozottnak, az nagyon könnyen belátja, hogy Szentendre egy különleges hely ebből a szempontból. Az előbb már egy fél mondat erejéig említettük, hogy tulajdonképpen itt nem csak a Ferenczi Múzeumról van szó, és nem csak a képzőművészeti kiállításról, hanem valahogy Szentendrének olyan értelemben megújulásáról, hogy ott van a főtér, ami tudom, hogy nem mindenkinek tetszik, és van rajta javítani való. Szóval azért mondom, hogy említettük egy fél mondat erejéig, hogy társművészeteket is be kell hozni, és be kell mutatni, és így lesz aztán valahogy teljessé vagy egészé a dolog. Most említetted az előbb azt hiszem a régészetet, de hát akkor ott van a film, ott van az irodalom, ott van a zene, az építészet, akkor ezt valahogy hogy lehet egybegyúrni? Gondolom nem kis feladat. Hát igen, és ezek jó esetben összekapcsolódnak. Ugye nagyon sok úgynevezett kis múzeum van Szentendrén, tehát a Ferenczi Múzeumhoz 15 intézmény tartozik, ami azt jelenti, hogy folyamatosan vannak megnyitók, kis túlzással minden héten vagy minden két hétben van egy kiállítás megnyitó, ami önmagában rengeteg esemény, de ahhoz, hogy ezek a kiállítások működjenek, ahhoz valóban szükség van például társművészeti programokra, olyan izgalmas eseményekre, amelyek révén esetleg be lehet kapcsolni azokat is, akik a képzőművészet iránt kevés érdeklődnek, de az irodalom vagy a zene iránt igen.
és azt gondolom, hogy ezek nagyon jó árukapcsolások. Tervezek egy fesztivált, amit első alkalommal jövőre fogunk megrendezni, a Art Capital néven, mint művészeti főváros. És hogy itt az összművészeti programok nagyon fontos szerepet kapnak. A fesztiválnak a különlegessége az lesz, hogy ez egy képzőművészeti fesztivál, és ilyen nincs. Nem mondom, hogy nincs a világban, mert vannak ilyenek. Közép-Európában nincs ilyen, nem csak Magyarországon, de egész Közép-Európában nincs ilyen. Olyan tényleg delikát művészeti események lesznek itt, amik hát sok mindenkinek nagyon vonzóak, akiknek a képzőművészet érdekes vagy vonzó. De ezen túl bemutatkoznak olyan külföldi intézmények, akiket kevésbé ismernek, vagy akik épp, hogy rendkívül ismertek Magyarországon is, de ezen túl lesznek olyan összművészeti programok is, amik egyrészt a képzőművészetben is határterületek, például a film az egy ilyen határterület, és fogunk vetíteni egyrészt olyan izgalmas filmeket, amiket nem lehet magyar mozikban látni, vagy Magyarországon nem mutatták még be ezeket, és nagyon sok filmes is lesz. A koncert nélkül nyilván egy fesztivált nem lehet megrendezni, de az a cél, hogy ne ugyanaz a program legyen, mint ami a fesztiválok 99%-ában, ugye úgy néz ki a fesztiválok programja, hogy a különböző fellépők, minél kúrensebb egy fellépő, annál inkább megy fesztiválról fesztiválra. Vándorolnak ide-oda, persze. Én azt szeretném, hogyha ez egészen más lenne, ez sokkal nagyobb szervezést kíván, hiszen nem lehet egy ilyen rendszerbe beilleszteni, de sokkal izgalmasabb lesz, egy kicsit másfajta közönség. Get Ones ez a fesztivál, és azt gondolom, hogy nagyon jól erősíti azt az imidzset, amit mi a művészet révén és a múzeumok révén szeretnénk. És nyilván lesznek akkor show elemek is, és ezt azért bátorkodom kijelenteni, mert egy kicsit eltérve a témától, Egerben készítettünk egy olyan műsort, ahol volt egy zenész vendég, egy festő vendég, és egy költő vendég. És beszélgettem velük, és a festő, grafikus, zenére élőben elkezdett festeni a színpadon. Na most nem minősítem, hogy most ez jó volt, vagy nem volt jó, de a közönség az teljesen oda volt, mert ilyet mondjuk nagyon-nagyon ritkán látni, és az idősebbek még emlékeztek arra, amikor Szász Endre szólópisztolyra festett. Szóval én ezért mondom a show elemeket jó értelemben, mert ilyen sincs a fesztiválokon. Így van. Hát ugye kialakult most már egy fesztivál rendszer Magyarországon is, és hát ne áltassuk magunkat, azért ezek elsősorban nem az ilyen nagyon mély dolgokról szólnak, és nem feltétlenül az igényes művészet játsza a legfontosabb szerepet ezeken, de én azt hiszem, hogy lehet ilyesmit csinálni. Vannak is hasonló projektek, az Ördögkatlan Fesztivál például, vagy Kapolcs hasonló. Bocsánat, csak a nézők kedvéért mondom, hogy az Ördögkatlanról mi is beszámoltunk, emlékeznek rá. Hasonló jellegű, azok inkább összművészeti fesztiválok, szóval én azt szeretném, hogyha a képzőművészet az mégiscsak hangsúlyosabb legyen. És hát azért van egy viszonylag nagy számú közönség, akik hajlandók utazni egy művészeti produkció kedvéért Magyarországon is, ez az alap, hogy őket megnyerjük. De van egy még nagyobb számú közönség, akik a kulturális turizmusnak a gerincét alkotják, néhány környező országban, meg tőlünk nyugatra, de például Ausztriában vannak kulturális turizmusra épülő irodák, akik egy-egy ilyen programra vagy egy jó kiállítás kedvéért szívesen eljönnek. És hát egy olyan városban, ami a Duna partján fekszik, és ami hajóval megközelíthető, esetleg egy olyan hajóval, ami maga is egy művészeti projekt része Bécsből, szerintem az rendkívül izgalmas program. Hogy visszaugorjunk a jelenbe egy kicsit, a Szentendrei Képtár milyen állapotban van? A Szentendrei Képtár épülete nincs túl jó állapotban, tehát felújítás előtti állapotban van. De én azt gondolom, hogy viszonylag záros határidőn belül föl lesz újítva az utolsó épület a főtéren, ami még nincs felújítva. De a képtár része, tehát ahol a kiállító tér van, az egyébként nincs rossz műszaki állapotban, tehát ott jó kiállításokat lehet rendezni. Most is van egy remek kiállítás, egy ilyen geometrikus, konstruktivista válogatás. És azt gondolom, hogy az egy akkora előny, hogy egy olyan
főtéren, egy olyan városi térben van egy ilyen intézmény, ahol az egy négyzetméterre eső turisták száma az a Magyarországon az egyik legmagasabb, hogy ezt mindenképpen ki kell használni. Tehát kicsit próbálom pozícionálni a múzeumokat. A képtár az kevésbé lesz az elitművészetnek a helye, legalábbis turista szezonban, hanem egy olyan kiállító helyet szeretnék, ahová be lehet csábítani a turistákat, akik közül azok, akik érzékenyek a finomabb művészeti produkciókra, azok tovább tudnak menni egyébként a néhány száz méteren belül lévő múzeumokba, vagy van olyan, ami csak 30 méterre van, tehát hogy be lehet járni egy olyan utat, hogy két múzeum vagy két kiállító hely között ne kelljen 100 méternél többet megtenni, úgyhogy ez szerintem fantasztikus, és ez egy egész napos program. Persze tudom, hogy az emberek nagy része nem akar egyszerre ennyi intézményt megnézni. Én is megcsömörlök egy idő után, tehát 4-5 óra után én sem tudok több művészetet befogadni. Van, akinek ez több, van, akinek kevesebb ez az idő, de mégiscsak egy érdekes program lehet. Azért is van Szentendre speciális helyzetben, mert amikor elindul a nyári szezon és jönnek a turisták, akár belföldről, akár külföldről, akkor hát hova mennek? Budapestre, meg a Balatonra, hát aztán egyre többen Szentendrére. De nyilván az is cél, vagy elgondolás, hogy amikor már máshol bezárnak a múzeumok a nyári szezonban, vagy esetleg más a nyitvatartás, hogy Szentendre ekkor koncentráljon nagyon, és tényleg úgy legyen a képzőművészet otthon, ahogy ott aztán éjjel-nappal mindent meg lehessen találni. Így van, hát valóban így van, ahogy mondod, hogy a főszezon általában a múzeumoknál tavasz és ősz, de Szentendrén ez másképp van, ott a nyár az egy meghatározó időszak. Persze ez nem olyan egyszerű, tehát a turistáknak a nagy része az egyrészt nem klasszikus művészetfogyasztó, tehát nem olyan könnyű őket bevinni, nagyon ügyesen kell ezt megoldani, tehát nekünk versenyezni kell a fagyizókkal, a boltokkal, akik kitelepülnek az utcára, igen, ugyanúgy meg kell jelenni. Na de azért az előcsarnokban nem lesz gíros sütés. Nem így akarunk versenyezni, hanem kommunikációs, hasonló kommunikációs csatornákon. Másrészt meg azt ki lehet használni, hogy az embereknek a nagy része akkor szokott elmenni kiállításra a múzeumba, ha mondjuk kirándul, elutazik valahová, akkor ez sokak számára egy kötelező program. Otthon nehezebben mozdulnak ki az emberek egy kiállítás kedvéért, hiszen a napi rutin eleve meghatározza a programot, és nehezebb beilleszteni. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy csupa olyan ember érkezik egy városba, akik szeretnének programokat, és hát ez egy jó program. Az utazó Szentendre kiállítás, az utazó így idézőjelben, az mit akar? Hát ahogy a neve is mutatja, egy utazó kiállítás lesz, ahol a Ferenci Múzeum gyűjteményéből, ami az egyik legkomolyabb képzőművészeti gyűjtemény Magyarországon, tényleg túlzás nélkül vannak olyan elemei, amelyek egyedülállóak, ebből összeállítunk egy különböző formában, különböző méretekben bemutatható kiállítást, és ezt igyekszünk minél több helyre elvinni, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, mert hát ez egy a szó legjobb értelmében vett múzeum image, meg város image, és ha külföldre visszük, akkor ország image is, úgyhogy remélhetőleg ezt sokáig tudjuk csinálni. Ez nem egy nagy újdonság, nem én találtam ki, számos múzeum rendelkezik ilyen anyaggal, Magyarországon kevés. Csak nem nagyon tudnak róla. Hát Magyarországon ez nem szokás. Egy időben a Szép Művészetinek volt olyan kiállítása, amit utaztattak, és ők próbálnak külső helyszíneken is kiállításokat szervezni. De hát általában nincsenek túl jó helyzetben a múzeumok, örülnek, ha meg tudják oldani a saját maguk problémáit, és nem nagyon jut ilyesmire energia és idő, pedig fontos dolog, és ezt egyszer kell igazán jól megcsinálni, és aztán ez nagyon sokat hozhat, tehát nagyon jó kapcsolatokat lehet így például építeni. Hát persze azért a méretek is itt szerepet játszanak, mert nem olyan, mint egy színháznak egy tájelőadása, mert gondolom busszal akárhogy is utazik ez a kiállítás, oda mondjuk nem lehet betenni egy 2x3 méteres képet, mondjuk, de hát nyilvánvalóan a koncepció ahhoz idomul, amilyen
az utazási lehetőség. Igen, hát a ilyen műtárgyaknak szigorú... A kis plasztikák azok nagyon jók, mert elférnek. Tárolási és utaztatási előírásai vannak, de hát ezt egyszer kell igazából megteremteni, tehát a legtöbb műtárgyat ládában, klímaládában érdemes utaztatni. Aminek nincs ilyen ládája, azt egyszer kell elkészíteni, és akkor utána mindenhová lehet ilyen bevinni, úgyhogy ez emiatt is nagyon hasznos. Utolsó kérdés, utolsó perc. Mindezekhez a gyönyörű elképzelésekhez megvan a megfelelő anyagi háttér? Hát Magyarországon mindenki panaszkodik, hogyha az a kérdés, hogy hol van elég pénz, akkor nagyon röviden azt lehet válaszolni, hogy sehol igazából. Hát hogy inkább jövő időben érdekes a kérdés, hogy meg lesz-e az anyagi háttér. Nyilván ugyanazt tudjuk tenni, mint a legtöbb hasonló intézmény, hogy pályázunk. De én azt gondolom, hogy és nagyon sok pályázat, külföldi pályázati lehetőség is van, de hogy az első lépés az, hogy van egy olyan programunk, amire elkezdünk pályázni, és amire benyújtjuk az igényünket, a fenntartó önkormányzat felé is, és különböző pályázati forrásokat próbálunk megszerezni. Tehát ez az első. Amíg nincs program, addig ez inkább egy kifogásnak tűnik ez a fajta hát panaszkodás, hogy kevés a pénz, erre lehet hivatkozni. Nyilván ez mindig nagyon nehéz, és mindig vannak kompromisszumok, de a dolognak ez a sorrendje, és általában a világ minden részén szokott működni, én azt gondolom, hogy itt is működni fog. Igazgató úr, köszönöm szépen. Itt a vége, életmű kiállítással kezdtük, azzal is fejezzük be, szeptember elejéig nyitva van, ugye? Így van, egész nyáron várjuk a látogatókat. Köszönöm szépen, sok sikert a továbbiakban is. Köszönöm szépen.